Jézus Krisztus ma is él. Életed részévé akar válni, bűn bocsánatot akar adni, és erőt, hogy teljes életet élj. Figyelj a szavaira. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt roskadtok. Én nyugalmat adok nektek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. A Biblia mondja, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Azt is mondja, a bűn következménye a halál, de az Isten ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, Urunkban. Amikor Jézus meghalt, megfizette a bűneidért járó büntetést. Most arra kér, hogy fogadd be az életedbe. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Ahhoz, hogy átéld Isten szeretetét, bűnbocsánatát és hogy örök életed legyen, úgy kell, hogy fogadj Jézust, mint Isten áldozatát a te bűneidért. Csak a hit által hívhatod őt az életedbe. Ha be akarod fogadni őt, mondd el ezt az imát hittel, és Jézus belép az életedbe. Így szól az ima. Uram Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint uramat és megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. Amen. Ha ez az imádság kifejezi a gondolataidat, mondd el most, ott, ahol éppen vagy. Mondd utána magadban mondatonként. Uram Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint uramat, megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. Ámen. Most, hogy elmondtad ezt az imát, és hívtad Jézus Krisztust az életedbe, biztos lehetsz abban, hogy meghallgatott, mivel ő maga ígérte, hogy mindaz, aki kér, kap. Abban is biztos lehetsz, hogy bűneidet megbocsátotta, hogy Isten gyermeke vagy, és hogy örök életed van. Ha azt akarod, hogy teljes és tartalmas életed legyen, olyan, amilyet Jézus ígért, beszélj vele minden nap imádságban. Olvasd a Bibliát, és felfedezed benne, milyen nagyszerű terve van veled Istennek. Keresd meg azokat, akik ugyanúgy szeretik és követik őt. Ne felejtsd el, amit ígért. Nem hagylak el téged, és nem maradok el tőled. Veled vagyok minden nap, a világ végezetéig.